Itt Hódmezővásárhelyen várható az idei választás egyik legnagyobb küzdelme Márki-Zay Péter és Lázár János között. Jön Márki-Zay, újra kezdődik a kuláküldözés. Ha valaki nem köszönt a főnök feleségének a postán, kirúgatták a városházáról. Márki-Zay csak fölfelé, Hódmezővásárhely meg csak lefelé. Megcsináltuk. Itt megvadították a viszonyokat, ők, nem én. Ha valaki tehet arról, hogy itt elszabadultak az indulatok, az nem kétséges, hogy maga Lázár János. Márki-Zay az elmúlt 4 évben kétszer is megnyerte a polgármester választást Vásárhelyen 13 ezer szavazattal. De a kérdés most az, hogy meg tudja ismételni a sikereit ebben a 77 ezeres körzetben, aminek már 20 éve Lázár János a képviselője. Hódmezővásárhelyen a háború ellenére sem áll el a kampány. Márki-Zay Péter a szabadság ünnepeként emlékezik meg arról, hogy 4 éve polgármesteré választották. Kérjük a táblákat felfele, bármilyen táblájuk, zászlójuk van, akkor most itt az idő megmutatni. Hamarosan elkezdjük a Facebook élőnket is, és megmutatjuk a világnak, hogy itt vagyunk a szabadság ünnepén Hódmezővásárhelyen. Ne felejtjék el, hogy nem csak ünnepelni jöttünk, hanem adományokat is gyűjtünk. Menekülteknek. Valójában a Hódmezővásárhely felszabadulásának évfordulója, amit az elmúlt 4 évben mindig megünnepeltünk, tehát ilyen értelemben semmi rendkívüli ebben a mai alkalomban nincs, bár Horváth Csárli nem mindig énekelt, itt ezt el kell ismerni. Változott abban az elmúlt 4 évben, amiben már Márki-Zay Péter volt a polgármester. Talán szabadabbak vagyunk. Egy olyan polgármester, akihez oda lehet menni, személyesen beszélgetni. Nyugodtabb lett azóta a környezet Vásárhelyen. Ő egy ember. Ő egy ember. Ember is maradt. 19 település tartozik Lázár János és az én körzetembe, tehát itt kell megmérkőzzünk. Igyekszem minden héten legalább 2 napot itt, ha úgy tetszik, kampányolni. 2 estét, illetve vasárnap délelőtt. Nem szoktak egyébként Lázár Jánossal összefutni a városban? Lázár János elhagyta Vásárhelyt, vagy a Batidai kastélyában van, vagy bujdokol. Egyébként meg a háza előtt kiszáll az egyik luxusautójából és bemegy a házba. Tehát körülbelül ennyit lehet őt látni Vásárhelyen. Én már aláírtam. Köszönjük szépen a támogatást, jó egészséget kívánok! Mit szeretnének? Muszáj nyilatkozom az a kérdést. Szeretnénk, hogyha ön is benne lenne a riportban. Járulékos kellékként. Egyik főszereplő. Nem csak járulékos kerekét, nem én vagyok a főszereplő. Menjünk közben, bocsánat, ne haragudj. Hanem ki a főszereplő? Nyilván a miniszterelnök jelölt a főszereplő, nem én. Hát a választókörzetben nem. Dehogy nem. Hát ez egy képviselő választás. Miniszterelnök jelölt. Nagyobb esélye is van? Hát abszolút neki lejt a pálya. Ön is egy országos politikus, ugyan, országosan ismert politikus. Én tehát... egy kis politikus vagyok, az már régen volt, amikor én országos politikus voltam. És úgy gondolja, hogy elfelejtették? Jó napot, jó egészséget! Már mint én jár! Terelnök jelölt ellen indulok, vagy ő indul ellenem, nézze pont kérdése. És az ennyivel megnehezíti? Nehezebb lesz, mint a paksi tárgyalások? Az sem volt könnyű valóban, de nyilván ez sokkal nehezebb menet. Nekünk sokkal szerényebbek a lehetőségeink tekintettel arra, hogy az országos kampányeszközök, a teljes médiatámogatás, az például az ellenzéki miniszterelnök jelölt rendelkezésére áll, nyilván ennek a választókörzetben is van hatása. Kap a Fideszből valamilyen extra segítséget, hogy egy miniszterelnök jelölt el szemben? Szerintem szerkesztő úr, ha nem marad benne a riportban, vagy ha benne marad, akkor is tudja, hogy semmilyen extra segítséget nem kapok a Fideszből. Jó napot, csokolom! Jó napot, kívánok! Köszönöm szépen, jó. Hogy mind az aláírás? Jó, akkor megnyugodtam. No, hát ha összejöttünk, akkor egy kicsit jöjjenek közelebb, mert az, hogy én nem nagyon tudok hangosan beszélni, ez egy dolog, de valaki nagyon is hall. Az hitelesíti, az legitimálja a demokráciát, hogyha minél többen elmennek szavazni. Az, hogy kire szavaznak, az sem mindegy, de az másodlagos, a részvétel az első. Mi ugye tulajdonképpen hátrányból indulunk, hiszen velünk szemben egy hatalmas miniszterelnök jelölti gépezet, korlátlan erőforrásokkal, rengeteg pénzzel. Ugye Hódmezővásárhelyen és a választókörzetben Márki úrnak lejt a pálya, ezt a várost ő uralja, ebben a városban Márki úr az úr, és ő rendelkezik az erőforrások források fölött, óriási pénzeket tud elkölteni, mint miniszterelnök jelölt, mi csak az emberek támogatására, szavazatára számíthatunk. Csodaszámba megy, ha mi győzünk, ez látszik mindenben, mérésektől kezdve mindenben. Hát azt mondanám, hogy megvagyunk, és minden oké, okay, akkor ott a részvétel nem az nem mindig. Nem szoktam hazudni. Törekszem arra, hogy minél kevesebbet hazudjak. Egy történelmi időszakban vagyunk, és a történelem történelmi tetteket vár el törlünk, történelmi személyektől, akik nem születnek, hanem azzá válnak.
fogadjátok szeretettel Márki Zai Péter! Azért indultam én is el ebben a körzetben, mert hogyha én nem vállaltam volna, akkor Lázár Jánost nem valószínű, hogy akadt volna bárki olyan kihívó, aki meg tudta volna verni, aki le tudta volna győzni. Éppen azért, mert nagyon nehéz. Az egy más kérdés, hogy nyilván nagyon okosan Lázár János megpróbálja átpozícionálni ezt a versenyt, és magát beállítani underdognak, tehát 52%-kal nyerte meg ezt a körzetet egyébként 4 évvel ezelőtt, sokkal több pénzt költ erre a körzetre, több ideje van kampányolni ebben a körzetben, 15 polgármestert rá tudott venni, nyilvánvaló fenyegetés. El, hogy kampányoljanak ellenem. Ha azt nézzük, hogy Csurgón meg Nyíregyházán hány Lázár plakát és hány Márki Zay Péter plakát van, akkor akár Lázárnak igaza is van. De egy immár 20 éve képviselő ebben a körzetben, aki ebben a körzetben jóval több óriás plakáton szerepel, mint én. 4 évvel ezelőtt ebből a sátorból, még azelőtt a mi házunknak egy emeleti magtári szobájából elindult valami. Amit mi most úgy hívunk, hogy a vásárhelyi csoda. Szeretném, hogyha ez az ország, az egész ország szeretetben élne, és nem a hazugság, nem a gyűlölet határozná meg a politikai életet. Arról beszélt, hogy olyanná kellene tenni a politikát, amikor ez a negatív kampány, ez, ha jól értettem, ez kiiktatható. Az önök kampányában ez mégis jelen van, ön is azért nagyon erőseket mond. Ez hogy fér össze a kettő? Hát azt gondolom, hogy az erős mondásokkal semmi probléma nincs, még ha ön által nevezett, negatívnak nevezett kampánnyal sincs probléma, én Amerikában... De ön szerint nincs negatív kampánya az önök arzenáljában? Sőt, mondhatnám, hogy ország nincs elég negatív kampány, őszintén szóval. Mi többnyire tényleg a pozitívumokat említjük, de nem kérdéses, hogy ezt a Fideszt azért kell leváltani, mert 7 próbás gazemberek. Mi nem hazudozunk a Fideszről, mint ahogy a Fidesz hazudik rólunk. Én ezt látom a piros vonalnak, amit nem lépünk át. Igyekszem nem fűteni az indulatokat, igyekszem inkább lefelé csavarni, de ez Magyarországon lehetetlen. Személyéről semmi rosszat nem tudok mondani, nem is akarok mondani, meg nem is akarok ezzel foglalkozni. A munkájával kapcsolatban van véleményem. Ha most megnézzük, hogy itt a környékbeli utcákban mi történt az elmúlt 4 évben, akkor azt tudom mondani, hogy semmi. Itt ebben a városban egyetlen egy dolog történt az elmúlt 4 évben, elszabadultak az indulatok, hiszen Márki úr arra bíztatja a választókat, hogy szabadon gyűlölködjenek. De nem tudok arra pályára fölmenni. Én uszítással, gyűlöletkeltéssel, irítségre és haragra nem akarok választási kampányt építeni. Meg kell nézni, ki az, aki 3 évvel ezelőtt heti 4 szórólappal szórakoztatták a vásárhelyeket. Eltorzult arcú fényképeim voltak a kandellábereken, vásárhelyen, óriás plakátokon gyaláztak zsidókkal, cigányokkal, sorossal, migránsokkal támadtak. Hallott tőlem olyan durva szavakat, mint amit róla mond ő? Vagy vissza tud idézni akár csak egy ilyen beszédet is? Korábban emlékszem, hogy volt itt egy olyan plakát, amin Márki Zay Péter és Soros György volt együtt. Nem emlékszem, erre lehet, hogy volt. Mit tudom én? Tényleg voltam én már sok minden, csak akasztott ember nem, ahogy mondani szokás, bár úgy hallom, a Márki úr szorgalmazná ezt is. Volt egy beszéde, ahol más kontextusban emlegette a lámpavasakat, és erre utalt is Lázár János a kampányindító beszédében. Ebben semmi negatív nem volt. Én azt mondtam, hogy más országokban ott fölmerülne, hogy a hasonlóan gazember hazaáruló tolvaj aberrált politikusokat azt esetleg erőszakkal próbálnak eltávolítani a hatalomból, de a birkatürelmi magyar nép az hál' Istennek szerencsére rendkívül türelmes, békés, és itt Magyarországon a legnagyobb fideszes gazembereket sem fenyegeti erőszak. Ez az a beszéd. Annyi hazugságot támadtak már, hogy most ez egyel több vagy kevesebb, ez nem számít. Hallgassa meg valaki, hogy valóban mit mondtam. Kezdet csak arra, hogy tetszik lenni? Jó. Vannak egészség, oltás? Az be van, de hát. Időpont kéne eltűnni. Ha 3 oltása van az embernek, akkor az ördög se viszi el, azt állítják. Szervusz. Hogy tetszik lenni? Én azt tudom ígérni, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt 12 esztendőben, azoknak a társadalmi csoportoknak, akik rászorulnak, azoknak segítünk, akik pedig munkával boldogulni akarnak, azoknak megpróbálunk lehetőséget teremteni. És ebben kérem a döntésüket, hogy az ország milyen irányba haladjon. Ugye nekem ki van adva, hogy mondom kell, előre megy vagy hátra, ezt most elmondtam szakszerűen. Ne arra építsünk, hogy az ellenfelet folyamatosan gyalázzuk. Ugye bennünket, fideszeseket, vidékieket, azokat, akik szerényebb körülmények között élnek, vagy rosszabb körülmények között élnek, folyamatosan gyaláznak, hiszen azt mondják, hogy aki vidéki ember, az 10 órakor már részeg. Ugye örülök, hogy a hódmezővásárhelyekre ez láthatóan itt nem vonatkozik, vagy mindenki egyszerűen már kihozanottnak, igen, elmúlt a 10 óra. Az ellenzék elkövetett egy hibát, beéri a nagyvárosi szavazókkal és szavazatokkal.
Budapesttel és a nagyvárosokkal, miközben én azt gondolom, hogy az ország lemaradása az a vidéken jellemző. Magyarországon körülbelül 800-1000 olyan település van, amelyet a megszűnés, vagy kiürülés, vagy elnéptelenedés veszélye fenyeget. Engem ez a probléma foglalkoztat és érdekel. Ebben nem látom, hogy az ellenzék mit akar csinálni, vagy mit tud csinálni. Nincs hozzá, azt hiszem, érzékük. Nem érdekli őket olyan nagyon, úgy látom. Ebben a városban nem szokták őt látni, és az aktivistái sem vásárhelyiek, tehát annyira nincs ő beágyazva most vásárhelyen. Én azt múltkor 4 aktivistával beszélgettem, akik fideszes Jackiben itt voltak, és hát persze megismertem volna, ha vásárhelyi fideszesek, mert azért olyan sokan nincsenek. Ez a Lázár, aki a vidékiségére, helyi vidéki gyökereire, meg a vidék fölzárkóztatására, fölemelésére oly büszke, Budapestről hoz le valószínűleg fizetett aktivistákat, mert már a kampányolni is csak így tud. Nem szeretnénk korrupciót. Legyen mindenek. Hölgyeim és uraim, folytatjuk a szabadság ünnepét itt Hódmezővásárhelyen, a Szent István téren. A színpadon Varga Ferenc József, egy hatalmas tapsor. 89-ben kizavartam az országból az oroszokat. Most, ha kell, visszahívom őket. Putyin már keresett, mindjárt visszahívom. És kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, ami nagyon fontos. Nem állok ki vitázni egy miniferivel. Még a végén meglátják, hogy magasabb nálam. Ön mindenképpen beül a parlamentben? Hát nem, bármilyen eredménnyel nem. De nyilvánvalóan, amennyiben miniszterelnök jelöltnek választanak, akkor szeretnék beülni a parlamentbe. Amennyiben Lázár János legyőzöm, akkor kénytelen leszek beülni a parlamentbe. Én listán nem akarok parlamentbe kerülni, nem is fenyeget ez a veszély, de egyéniben, ha nyerek, akkor parlamenti képviselő leszek, ha nem nyerem meg az egyéni választást, akkor nem leszek. Hogyha az ellenzék veszít a választáson, és én Lázár Jánossal szemben is veszítek, akkor viszont nagy kérdés lesz, hogy érdemesebb beülni a parlamentbe, nem döntöttem el magam se. Én 2000-rel több szavazatot kaptam, mint a Fidesz lista 2018-ban. Vannak olyan szavazók föltehetően, akiknek van problémája a Fidesz kormánnyal, de mondjuk az egyéni képviselői munkámat vagy engem támogatnak. Olyan visszajelzést nem kapott a keresőjét választóitól, hogy azért megnézének egy vitát ön és Márki Zaj Péter között? Ennek a vitának oly sok értelme nem lenne, mert még egyszer mondom, nagyon távol állnak egymástól az álláspontok, ráadásul perben és haragban is vagyunk. Én mindig nyitott voltam a vitára, hogyha megfigyelik, én mindig, nem csak Lázár János kapcsán, mindig tényekről beszélek. Ezért nem mer kiállni egyébként Lázár János, és ezért nem mer kiállni Orbán Viktor sem, mert ők folyamatosan hazudnak. Nem tartottak igényt a velem való kooperációra. Ők úgy gondolják, meg tudják oldani nélkülem is Hódmezővásárhely problémáit. Ez az elmúlt 4 évben úgy látszik, hogy szerény eredménnyel sikerült, csak már sok pozitív változás ebben a városban, az életminőségben nem történt. Kiosztottuk a lapot, énekeljük együtt. Már a címét se kell mondani, látom. Mit gondolja a személyi kultuszról, nem? Vagy hogy ezzel el lehet-e szállni? Nézd, én hamarosan 50 éves leszek, nem hiszem, hogy én 50 éves koromban alapvetően megváltoznék, de önnek igaza van, mindenkit fenyeget a, nem a személyi kultusz annyira, de a hatalom igen. Jó terápia az, hogyha az ember kritikus emberekkel veszi magát körbe, és nem szolgalelkű talpnyalókkal.